2023-ban 14 elszánt díszmadár tenyésztő megalapította a Karcagi Díszmadár Tenyésztő Egyesületet. Közülük 12-en karcagiak voltak. Sorra járták a megye akkori településeit, egyre másra rendezték a névosabbnál névosabb kiállításokat. A civil szervezet tagjai az ifjúsági házban rendezett kiállítással emlékeztek az Egyesület 20 évvel ezelőtti megalapítására. Jelenleg elsősorban ezen a kiállításon a saját tenyésztőink madarai láthatók, de vannak Szajolból, Debrecenből és Nyíregyházáról is kiállítók. Ez ma már nem az a megszokott ezres létszám fölötti madár bemutató vagy kiállítás, hanem egy sokkal szerényebb néhány száz madár bemutatásával megvalósult kiállítás. A kívülálló számára csak a színek, hangok sokasága tűnik föl, holott a tenyésztőknek, madaraiknak komoly standardokat kell követniük. Az egyedek minősítése is ezek alapján zajlik. Az ítészek figyelik a madár formáját, kiállását, csőre hosszúságát, farktollai szerte ágazottságát, vagy éppen összetartását. Komoly nemzetközi fajta leírások alapján minősítenek egy-egy madarat. Ezek a madarak túlnyomó részt ausztrál madarak, tehát ausztrál őshonos madarak, a pinyfélék, a papagájfélék, de vannak ezen kívül afrikai, ázsiai és amerikai fajok is előfordulnak. Az igazság az, hogy jelen pillanatban ez már egy szűkebb keresztmetszet a megszokottakhoz képest, mert azért az igazándiból nagy papagájok, az arák, a kakadufélék, ezek sajnos ma a kiállításunkon nincsenek jelen, bár a nézőink hozzászokhattak ezekhez a madarakhoz, de sajnos az az igaz, hogy ezeknek a madaraknak az értéke is egyre erősebben megnövekedett, egyre kevesebben tenyésztik, és nagyon sok magyar tenyésztő külföldön értékesíti az állományát. Az elmúlt 20 évben több mint 150 tag fordult meg az Egyesületben, a 12 karcagi alapító közül már csak 3 él, vagy foglalkozik a díszmadár tenyésztéssel. Ahogy az elnök mondja, leírtak egy kört, hiszen a civil szervezetnek manapság csupán 5 aktív tagja van. A 100 000-es, olykor milliós madarakat nagyon kevesen engedhetik meg maguknak. A díszmadár tartás költségei is az egekig emelkedtek, miközben a tenyésztők egyre idősebbek. Ezzel együtt a kiállítások színvonala is csökkent. Érthető, gyakorlattá vált ugyanis, hogy a tenyésztők nagyon vigyáznak több éven át komoly anyagi áldozatokkal nevelt madaraikra, a betegségektől, sérülésektől tartva nem utasztatják azokat.